Kolba Márta ül itt mellettem, aki lelkész, és akinek a munkásságára én legalábbis azért figyeltem fel, de azt gondolom, hogy valószínűleg Budapesten többen ismerhetitek. Én azért figyeltem fel a munkásságára, mert nagyon érdekes, ahogyan szerintem te összeegyezteted a ilyen nagyon aktív közéleti szerepvállalást, mondjuk, hogy közélet, közéleti szerepvállalást a hitélettel és az abbéli munkáddal. A legutóbbi egyik kezdeményezés, amiről hallottam, az, hogy az önkormányzati bérlők, az önkormányzati bérlakásokban élőknek a szerveződését, érdekérvényesítését próbálod segíteni. Ugye, akik önkormányzati bérlakásokban élnek, ők nem... nekik nincs hivatalos értelmet közgyűlésük, tehát ott ugye a tulajdonosok gyűlnek össze, de hát ők ugye nem tulajdonosok, hanem akkor az önkormányzat a tulajdonos a lakás. Soknak, tehát ez nyilván nehezebbé teszi az ott élőknek azt, hogy akár a bérleti díjakkal, akár a társaság sorsával kapcsolatban dönteni tudjanak, vagy szavuk lehessen. Mindezt a 8. kerületben csinálod. Egészen más fajta szerepvállalásaid is még vannak, de majd erre szerintem térjük vissza. Én azt szeretném kérdezni, hogyan alakult ez ki nálad, hogy ezzel kezdtél foglalkozni, hogyan döntötted el, hogy te lelkész leszel, hogyan vetted mellé ezt a többféle társadalmi szerepvállalást is, és hogy hogyan sikerült elérned azt, hogy azért most már elég sokan figyelnek rád? Jó estét kívánok mindenkinek! Hát a lelkész, hogyan lettem lelkész kérdést, azt sokszor szokták kérdezni, úgyhogy ezt majd elolvassátok máshol. 9 éves voltam, kicsi voltam, és ez volt mindig is az álmom, most ezt így rövidre zárnám itt. De hogy aztán, amikor nagy lettem, akkor beiratkoztam az ELTE magyar szakára, és azt is elvégeztem, úgyhogy nekem van egy ilyen tanári vénám is, én nagyon-nagyon szeretek másokkal beszélgetni és tanítani dolgokat, és azért a gyülekezetben is ugye ez van, hogy a kismama körben a 2 éves korosztálytól eléggé sokáig mondjuk a matuzsállemekig, akik az idősek otthonában vannak, minden korosztályban vannak ilyen beszélgetések, vagy ilyen tanítás, úgyhogy ez a tanítás, ez nekem az én szívemhez nagyon-nagyon közel áll. És hát, hogy a közélet hogy jött ehhez, az pedig egy kicsit ilyen érdekes fordulat, mert valójában én mondjuk ilyen, nem tudom, 24 éves koromig tényleg nem biztos, hogy meg tudtam volna nevezni a miniszterelnököt, vagy így. Szóval, hogy így ne, semmit, de semmit nem tudtam a közéleti kérdésekről, csak hogy a magyar szakon, és akkor itt hozzám vissza ezt a dolgot, a holokauszt irodalommal foglalkoztam, és egyszerűen így nagyon közel jött az a téma, hogy ha nagyon elcsúsznak társadalmi folyamatok, csoportképződés, ilyen bűnbakképzés, módszeres gyűlölet, kirekesztés, akkor abból mi lesz? És ez annyira közel jött hozzám, hogy egyrészt, hogy mennyire feldolgozatlan ez Magyarországon, mennyire közel van hozzánk, és hogy mennyire részese az egyház részese volt ennek, és hogy nincsen immunitásuk. De azt fedeztem fel, hogy nincs az egyházi embereknek, akik, tehát én úgy nevelkedtem föl, hogy mi nagyon jók vagyunk ám. Szóval mi keresztények, mi ilyen szuper-hiper jók vagyunk. Azért vagyunk keresztények, mert ilyen jók akarunk lenni. És akkor így akkora pofoncsapás volt nekem az, hogy ezek a jók tömeges kivégzéshez hallelujáztak, hogy én ezt nem tudtam összerakni. És amikor én az első éves gyakorlatomat töltöttem a budai vári gyülekezetben, evangélikus gyülekezetben, akkor volt egy hittancsoportom, és én csináltam a kis feladatlapokat, szóval pedagógus, és nagyon imádtam. És az egyik jézusi példázatról volt ez a feladatlap, és én szerkesztettem, és arról szólt, hogy a 10 leprás jön, és akkor tudjátok, ilyen csengetik el maguk előtt, ők ilyen érinthetetlenek, hát veszélyes azért a lepra, fertőző betegség, és Jézus mit csinál? Megérinti a leprást. Tehát ez egy akkora határátlépés, amit őrület, és tehát ennyit a csoporthatárakról, meg az outcast, meg az érinthetetlen, meg nem tudom. És elmennek ezek az emberek, de egy visszajön, és megköszöni neki. És ez az egy, oda van írva, ez az egy samáriai volt. És akkor én az elsősöknek, a kis 6-7 éves gyerekeknek csináltam ilyen kis keresztrejtvényt a magyarországi etnikumokról,
és felsoroltam tényleg a nyilvántartási rendszerbe, hogy mennyi kisebbség van, nemzeti kisebbség Magyarországon, és kérdeztem, hogy bolgár, meg örmény, meg görög, meg... ezek közül melyik a samáriai gyerekek? És akkor így kórusban üvöltik, hogy hát a cigány. És a felügyelő lelkésztem meg ugye azt mondta nekem, hogy hú, ezt nem szabad csinálni gyerekeknek, meg én politizálok, meg hogy ezt nem szabad csinálni, mert hogy miért viszem a politikát a kisgyerekekhez. És én meg megint csak ilyen nagyon erős trigger volt nekem ez, hogy teljesen érettek a rasszizmusra ezek a kis 7 évesek, de az antirasszizmusra nem, mert az politizálás. Szóval én ezt, ezeket így pont nem tudtam összerakni, és úgy gondoltam, hogy az én kezem közül nem fog olyan gyerek felnőni, akinek én vagyok a hittantanára, akinek nem lesz immunitása az alapvető ilyen emberi jogokra és annak a jogtiprására, tehát hogy nem tudatosodik benne, hogy így nem fér össze a kereszténységgel a rasszizmus, nem fér össze az ilyen aktív gyűlöletbeszéd, a szervezett kirekesztés, tehát hogy ezek így nem férnek össze. Nincs ilyen, hogy te egyszerre vagy keresztény, és bőnyel a szitkozódó, gyűlölködő ember. És akkor rájöttem, hogy ez nem mindenkinek természetes, és kezdtem így rettenetesen megdöbbenni, hogy ez komolyan, hogy ez így nem ilyen teljes evidencia, és akkor ennek kezdtem utána járni. Jó, akkor még nem írta meg a Németh Gábor most belezavarodtam ebbe, de hogy van a Szomszéd meg az Orgia című könyv, és a budavári gyülekezetben voltam akkor egy évet, és az azon a környéken, Maros utca és környékén játszódik, és akkor így rájöttem, hogy úristen, az egész kultúránk itt, amiben lélegzünk, az erről szól, és hogy hát ez nem igaz. És ez egy nagy eszmélődés volt nekem, aki korábban közélettel soha nem foglalkoztam, aztán rájöttem, hogy úr is, hát ezt lélegezzük, a kirekesztést, meg a gyűlölködést, és akkor hogyan lehetne olyan közösséget építeni, ami meg ilyen tényleg a szeretetről szól, vagy ha azt mondja, hogy Jézust követi, akkor a befogadásról, meg az ilyen alapvető szolidaritásról azért tud a gyakorlatban csinálni dolgokat. Csak egy picit, hogy még plasztikusabbá tegyük azt, amit te tapasztaltál, hogy oké, az ilyen nyílt, szabad szájú szitkozódás és gyűlölködés az mondjuk legalább felismerhető. De mi van azon, amikor ez egyrészt nagyon burkoltan jön elő? Tehát amikor mondjuk, nem tudom, én amikor szoktam egy emberekkel erről vitatkozni, hogy ugye kik vannak a migránsok, a hajléktalanok, a cigányok, és olyan az össze, és mindenre van egy indok, hogy na jó, de van a jó cigány, meg. Jó, hát oké, hogy te is külföldön, én például, ugye én vitatkozom, oké, hogy ön is külföldön élt, Hollandiában befogadták, és megtanulta a nyelvet, de hát ön biztos dolgozott, tehát ön nem az a migráns, más szóval én nem lehetek fehér magyarként sohasem az a migráns, mint akit itt migránsnak kell nevezni, hogy ezt hogyan oldod meg, hogyan a gyerekek mennyire fogékonyak erre, a szülőkkel hogyan tudtál dűlőre jutni, az egész intézménnyel, ha jól értem, akkor azért így harcolni kellett, hogy hogyan tudtál sikereket elérni ebben, vagy mesélj erről így részletekbe egy kicsit. Hát ugye ez nagyjából úgy volt, hogy én olvasom a Bibliát, szóval ebbe így le vannak írva dolgok. Például a szentség törvénybe olyan dolgok, hogy én a ti istenetek szent vagyok, ti is szentek legyetek, kiszabadítottalak benneteket a szolgaság földjéről, akkor ti is bánjatok jól a köztetek levő szegényekkel. Kik a szegények, és akkor föl van sorva, özvegyek, idegenek, árvák. És akkor elkezdtem ezekkel a csoportokkal az őket politikailag támogató szervezetekkel aktívan felvenni a kapcsolatot, tehát megkérdeztem ezeket a civil szervezeteket, hogy hogyan tudnánk együttműködni. Ők azonnal megmondták, tehát hogy az a jó az ilyen esélyelőségért küzdő szervezetekkel, hogy nem kertelnek, megmondták, hogy ebben, ebben és ebben, akkor mindenféle forrás megvonás megtörtént abban az időben, tehát nem volt hely, ahol találkozhattak, és nagyon sok erőforrás nem állt rendelkezésükre, ami nekem, mint egyház megvolt. Tehát, hogy én egy gyülekezeti lelkész vagyok, egyrészt ott van a helyem az ilyen önkormányzati testületekben, tehát van pozícióm, ez egy státusz, ez egy hatalom, és voltak fizikai tereim, tehát hogy az azt jelenti, hogy a gyülekezetnek van gyülekezeti terme, amit meg tudtunk osztani, van ingatlan vagyona,
van valamilyen stabilitása, ami egy átlag civil szervezetnek egyébként nincsen. Tehát akkor így rájöttem, hogy hoppá, tényleg van olyan dolgunk, erőforrás, amit meg lehet osztani, ez az egyik dolog. Másik pedig, hogy amikor például egy nagyon konkrét dolog, mert most mindegyik csoportot érintette ez a felsorolás, az ilyen szentségről. Például amikor 2015-ben a köztereinkkel aludtak emberek, akkor én éppen egy tábort szerveztem a Józan Babák Klubnak az ügyfeleinek, tehát kábítószer függő prostituáltak gyermekeit táboroztattuk, és mi benne voltunk, nullával egyébként táboroztattunk, és benne voltunk a táborba, tehát annyira benne voltunk a saját sztorinkba, hogy közben nem vettük észre, hogy ezrek alszanak az utcáinkon a szomszédságban, tehát mi egyszerűen saját dolgunkba voltunk benne. Egyszer csak olvasom a Facebookon, hogy azt írja a polgármester, hogy ezek az emberek itt késelnek és gyújtogatnak a köztereinken. Hú, mondom, itt helyzet van. És akkor így elsétáltam, akkor másfél éves volt a kisfiam, és akkor toltam a babakocsit, na mondom, akkor így már megnézzük, hogy mi van. És kimentünk ott a második János Pál pápa térre, hogy akkor mi történik itt. Emberek röplabdáztak, volt, aki gitározott, a szomszédok befogadták őket, tehát a környékbeli lakók beengedték őket a fürdőszobájukba zuhanyozni, tehát hogy ott egy ilyen társadalmi szolidaritás volt a budapesti lakosok részéről, és egy fiakéselés és zsűltogatás nem történt. Tehát aktív úszítás történt, de igazából ilyen rendbontás meg nem történt. És az egyik lakos, aki most a Városházán dolgozik, a Misatics Bányt ott lakott a Pápa téren, ő a saját pénzéből rendelt toj-toj vécéket, mert ugye hát ezek ide a köztére piszkítanak, na kérem szépen, de mégis hova? Tehát igen, nem volt megszervezve az, hogy az emberi méltóságot hogyan intézzék ott a közterületen az emberek. És magánszemélyek, magánvagyonukból rendezték azt, hogy legyen WC, és legyen élelmiszer, és ilyesmi. És akkor ott a gyülekezeti termünkben ezek a Facebookon szerveződő ilyen csoportok, meg a professzionális szakmai szervezetek, de 30 szervezet, a szervezetek annyian voltak, hogy alig fértek be a kicsike templomunkba, ott beszélték meg, hogy akkor mit, hova vigyenek. Tehát, hogy oké, kaja, de most ne dupla adag legyen a keletibe, és kevés a nyugatiba, hanem operatíve le kellett szervezni a praktikus segítségnyújtásnak a részleteit. És akkor ebből lett egy hatalmas kapcsolati tőke, mert hogy mivel nálunk találkoztak ezek a szerveződések, Facebook csoportok, szervezetek, ezért megismertük egymást a közös munka által, és utána, amikor professzionalizálódtak ezek a szolgáltatások, akkor már úgy nálunk béreltek helyet, oda költözött a szolgáltatás. Akkor nyílt a mi kis templomkertünkben egy 400 fős menekültügyi ügyfélszolgálat. Na de ott egy kollégium is van, meg gyülekezeti nénik, meg helyi szomszédság, és akkor így mondták nekem, hogy de hát, meg egy hittanos gyerek is ezt mondta nekem, hogy de tanárnő maga, miért védi a migránsokat? Azt akarja, hogy megerőszakolják a lányokat? Hűha! Mondom, hát ezt nem szeretném, ezt tudod. Nem, pont nem szeretném. És ugye nálunk olyan egyetemisták vannak, laknak, akik hát vidéki, középosztálybeli, keresztény gyökerekkel rendelkező emberek, akik Budapestre költöznek, mert itt tanulnak, és akkor valami olcsó lakhatást keresnek, nem jutottak be Koliba mondjuk, és akkor nálunk laknak. Na és akkor az ő szüleik is nyilván meg voltak rémülve, hogy akkor mi lesz a lányaikkal, mert ott 18-19 éves lányok ott ülnek, és akkor ott vannak a migránsok, akik meg mondjuk 400-an ott járkálnak, mindenféle bőrszínű ember, és akkor mi lesz, meg itt hazárdírozok másoknak az életével. Akkor mondtam, hogy bízd csak ide, egész pontosan semmi nem lesz. Hát ezt hogy mondhatom, meg hogy ez milyen veszélyes? De úgy mondhatom, hogy ezek tisztelettudó emberek, akik éppen ide jöttek, mert itt van egy szociális szolgáltatás, és amilyen ügyintézés így zajlik, az, hogy beiratkozhassanak iskolába a gyerekek, legyen hol lakniuk, és a többi ügyintéznek bürokrácia, ami itt zajlik, mint segítségnyújtás. És ez tényleg így lett, hogy ott vagyunk a 8. kerület közepén, ott van mondjuk egy 40 fős kollégium, most éppen 30 fős, akkor 40 fős volt,
és soha senkivel egyetlen egy atrocitás nem történt. Tehát, hogy ezért a saját példánkon is el tudom azt mondani, hogy addig migráns, ameddig nem ismerjük őket, nem barátkozunk össze, és nem építünk kapcsolatokat. De ott a házban most már nekünk meg egy csomó ilyen jó dolog származik abból, hogy nagyon sokféle emberrel vagyunk körülvéve, mert én akkor tanultam meg, megint csak szépen apró lépésekben tanulom itt a világot, de hogy egy csomó ételféleséget megismertem, egy csomó új fűszert. Volt egy olyan buli a templomunkban, ahol ez egy ilyen Áid nevű ünnep, volt egy muszlim ünnep, aminek akkor az a szokásuk, hogy minden nő beöltözik a saját legrégebbi népviseletébe, ezért a mi templomunkban tényleg volt olyan, hogy hatféle ilyen ősi népviseletbe beöltözött asszony együtt táncolt. Ezek ilyen nagyon szép élmények nekem is. A mi trambulinunk, a kertünkben van egy trambulin, 8 méteres. Az a világbéke szimbóluma. És muszlim, zsidó, meg keresztény gyerekek, romák, meg ilyen kaukázusi arcberendezésűek, mindenféle bőrszínű és vallású ember, gyerek együtt ugrál abban a trambulinban, és nevetgélnek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ott meg lehet élni, hogy jól megférnek. Hol? Mandák házban vagyunk, az a Karácsony Sándor utca 31, tehát ez a 8. kerületben van. A Facebookon úgy van, hogy Mandák ház, úgyhogy itt tudjátok megtalálni. És be lehet hozzánk jönni, tehát van egy ilyenünk minden szerdán nyitott vacsora, akkor be lehet jönni a kertbe, és kaptok vacsorát, úgyhogy érdemes jönni. Éhes voltam, és enni adtatok, nem? Hú, nagyon sok mindent mondtál, amire szívesen rácsatlakoznék. Az a legutolsó konklúzió szerintem eleve nagyon szép. Meg igazából, igen, most lehet, hogy itt egymás között így a saját buborékunknak beszélünk, hogy nekünk ez már természetes, hogy addig migráns, meg mindenféle más ilyen szitokszónak számító dolog, amíg nem ismerjük meg egymást. És ez szerintem egyrészről szörnyű, másrészről meg annyira alapvető, hogy egyébként mennyire általános az, hogy... Ja igen, nem, előtte még az, hogy én meg a másik, amit megtapasztaltál, hogy elmondtad nekik, hogy egészen konkrétan semmi baj nem fog történni. Oda lehet menni, menjünk oda, találkozzunk, csináljunk valamit, kérdezzük meg, hogy miben tudunk segíteni. Én ugyanezt átéltem, amikor most a Covid idején abban maradtak, gondolom nálatok nem, de a legtöbb helyen abban maradtak ilyen ételosztások, amik hajléktalan embereknek rendszeresen szokott lenni, főleg a téli időszakban, mert akkor még egy fokkal nehezebb ehhez az alapszolgáltatáshoz hozzájutni. És mindenhol bezártak, ambivalens volt a szabályozás, tehát nem lehetett megmondani, hogy ha ennek a feltételnek megfelelsz, akkor csinálhatsz népkonyhát, hanem senki nem vállalta a felelősséget, leírták, hogy nagyjából milyen biztonsági intézkedéseket kéne betartani, de majd a rendőrség eldönti, hogy te csináltod-e vagy sem. Egy hónap után nekem is tök elegem lett ebbe, és mondtam, hogy jó, akkor gerilla, akkor illegálisan fogunk a köztereken szameg ételt osztani a hajléktalan embereknek, és nekem is ezt mondták, hogy hú, de hát konfliktus, meg majd jönnek ezek meg azok, és 2,5 hónapon keresztül 70 önkéntessel összesen a csapatban, minden héten 2 napig ott álltunk a Moszkván, meg a Batyányi téren, és valóban voltak néha kicsit konfliktusos helyzetek, de egymás szemébe néztünk, egymáshoz hozzáértünk, és megbeszéltük, hogy mindenkinek jobb, hogyha ezt így együtt el tudjuk rendezni. Én azt szeretném kérdezni, hogy mennyire általános az egy templomban, nagyon sok templom van Budapesten, meg Magyarországon, mennyire általános az egy templom kertben, egy felekezeti házban, bocs, nem vagyok teljesen otthon ebben a szakzsargonban, én nem vagyok megkeresztelve egyébként. Én csak úgy amúgy próbálok jó lenni, bármit is jelentsen. Kutyapártos vagyok, mondjuk az lehet, hogy hasonló. Szóval, hogy az örök élet, az tőletek loptuk, igen. Ez van. De az ingyen sör azért nektek is kéne, gondolom. Igen, fel kell zárkozni. Hogy rájuk ígértünk plusz 20 évvel, igen. Ez is igaz. Na, szóval, hogy mennyire általános ez, hogy egyrészt, amit mondtál, hogy civil szervezetek bemennek egy templomba, és ott ötleteltek együtt dolgokon, de hát azok civilek, nem is felekezetiek. Meg, hogy mindenféle programokra odaadjátok azt a helyet. Ez például tökre érdekelne még. Még az előzőnél azért nyújtózkodtam a mikrofonért, mert hogy a Covid alatt a kutyapártnak van ez a közpénztékozló alapja,
Na és itt mi is segítettünk tékozolni a pénzeteket, tehát hogy a kutyapárt segített a mi gyülekezetünknek abban, hogy többek között a Miklós itt a környékbeli közterületeken vittek szendókat, tehát hogy ott a szerdai vacsoráink megszűntek akkor, tehát szüneteltek ezek a közös étkezések, mert a zárt térben volt, a zárt térben nem ettünk így együtt, viszont akkor lett egy ilyen szendvicsosztás, és akkor vittetek minden héten egyszer a kutyapártnak a pénzéből szendót. Bocsánat, csak hogy itt tényleg mások is vannak, ilyen közvéleménykutatók, meg közgazdászok. A kutyapárt pénze az az állam pénze, mi ezt osztjuk újra, tehát mi az újraelosztásban veszünk részt egy, hát úgy látszik, hatékonyabb módon, tehát azért csak, hogy legyen tiszta. Jó, szóval köszi, magyar adófizetők. Igen. Tehát, hogy volt ilyen a Covid-ban, ilyen kajaosztás. Na de, hogy civilek, igen. Tehát, hogy nálunk olyan 12 civil szervezettel osztjuk meg a tereket, ez is ilyen jézusi gondolat volt, szóval én sokat olvasok Bibliát, és némi társadalom elméletet is, de főképpen Bibliát, és akkor abban vannak ilyenre mutató jelek, hogy megosztás az jó dolog. És ez a megosztás az, nem? Például a tereket. Tehát nekünk van ingatlanunk, és akkor nem használjuk ki azt azért 0-24-ben, van akinek pedig nincs ingatlanja, és kéne neki, és akkor hát akkor kézenfekvő, hogy most a rezsiválság alatt egy csomó olyan szervezet is megjelent nálunk, akik például a rezsi miatt kiszorultak a megszokott helyükről, tehát akkor még több ilyen befogadott civil szervezet tartotta nálunk a programjaikat. De például a Rosa Parks Alapítvány láthatatlan talodájának van ott székhelye nálunk. Az utcáról lakásba egyesület a nagy tímjeit, meg kettő állandó csoportját nálunk tartja. A Menedék Egyesület rendszeresen a főzéseit mondjuk nálunk tartja. Az alapítvány az örökbefogadó és nevelőszülőkért is nálunk van a székhelyük, vagy székhelyük nem biztos, most ebbe elbizonytalanodtam, de hogy a budapesti irodájuk, ügyfélfogadásuk. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ugye mondtam ezt, hogy özvegyek, idegenek, árvák, tehát hogy a romáknak segíteni, akkor ilyen rassz szempontból számíthatnak idegennek, most nem azt akarom mondani, hogy idegenek, csak hogy ebben a koncepcióban, és az oktatási esélyegyelőségi program, ez más, most már 8 évfolyamon, akkor ott van a menekült segítő program, tehát ott vannak az idegenek, meg mondjuk ott az özvegyek is, ha már ebben a logikában megyünk, az Evangélikus Diakónia Magyarország álláskereső tanácsadása, a szociális munkás iroda és két krízis lakhatása működik nálunk. És ez azt jelenti, hogy nyilván nem olyan helyeknek adjuk ki, akik a tereinket bérbe, akik nem tudom, az is szép, hogyha valaki virágboltot üzemeltetne, vagy akármi, hanem ennek a társadalmi igazságosság koncepciónak a mentén vannak ezek a partnerségeink a szervezetekkel, és együttműködéseink is, tehát mondjuk egy Vekop város rehabilitációt mi nagyon-nagyon könnyen összehozunk, mert nagyon sok szakértelem van most a házban, szociális szakértelem, pedagógiai, pszichiátriai, pszichológus, szociális munkás, álláskeresési tanácsadó, gyógypedagógus, animátorok, rögtön azonnal mindenki kéznél. Tehát, hogy az ilyen projektírás az most azért az úgy megy, hogy együtt ebédelünk mondjuk a hársfa alatti kecskelábú asztalon, és megbeszéljük, hogy te megcsinálod a gyerekfoglalkozást, te meg megcsinálod a... és akkor így tovább. És akkor ebből nőtt ki például ez, amire utaltál, ez a bérlői érdekvédelmi közösség. Abban majd még szívesen belekérdeznék egyetlen egy dolgot, még ehhez aztán szabad ne feled, hogy mennyire általános ez. Én ugye a második kerületben vagyok, én ott önkormányzati képviselő vagyok, és egyrészt hát őszintén szóval én látom ezt az aránytalanságot, amire az elején talán te is utaltál, az erőforrások. Tehát, hogy az egyházi erőforrások, plusz még amilyen módon az önkormányzatoktól is adott esetben erőforrásokat tudnak igényelni, nem feltétlenül egy szinten vannak mondjuk a civil szervezetek, civil kezdeményezések lehetőségeivel. Hogy te látod-e, hogy ez a példa terjed, hogy mondjuk most mondok tényleg hasraütve valamit,
Pasaréti plébánia, ugyanígy a Amnestivel, meg a utcáról lakásba egyesülettel, meg mondjuk még egy zöld szervezetet nem jut eszembe, brainstormingol, mert úgy tudnak egy jobb Európai Uniós pályázatot beadni. Látod, hogy ez terjed, vagy ez nagyon eretnek dolog valláséknál? Egyedi dolog, igen. És hogy a prédikációkba például ezt be tudod-e illeszteni, hogy hogyan csináljad ezt jobban? Hát a prédikációimban nem szoktam egyébként ilyen direkt politikai üzeneteket megformálni, tehát hogy ez nem jellemző arra, tehát hogy én nem politizálok a szószékről, ha így lehet ezt mondani, tehát én ezt nem csinálom. Az én prédikációim azok mondjuk beszélhetnek emberi méltóságról, vagy befogadásról, vagy az Istennek a szeretetéről, meg az egymás közi viszonyokról, de azok nem fognak ilyen technikai részletekbe menni. Az ott a cselekvés terepe inkább, ami utána következik, és ami ebből következik. Nem gondolom, hogy általános, hogy a civil szektor, meg az egyházi fenntartású dolgok így kooperálnának, mert ellenérdekelt felek, és az ellenérdekeltségüket állami szintről szítják, a normatíva eltérítésével. Tehát, hogy ez egy olyan métel, amit az állam csinál, és ez egy rettenetes dolog. Nem ez az állam itt, ahol most vagyunk, hanem melyik is? A magyar állam? És ez melyik amúgy? Bocsánat, én úgy tudom, hogy ezt, amit mondasz, ezt a magyar állam csinálja, Magyarország. Ez itt az új, a kutyapártállam, pártállam. Igen. Na. Jó, hát igen, tehát, hogy az országváltás után ez nagyon fontos célunk lehet itt ebben az új államban, hogy a szolgáltatásokra a normatíva az egyenlően legyen elosztva. Tehát ez azt jelenti, hogy egy civil szervezet, azért adják el civilek egyházi fenntartásba a szociális szolgáltatásaikat, mert a kedvezőbb az egyházi normatíva. Ez a kiegészítő normatíva miatt van. Ez azt jelenti, hogy majdnem dupla annyi pénzből gazdálkodnak az egyházi fenntartású intézmények, mint a civil fenntartású intézmények, és ez ilyen érdekellentétes egyenlőtlenséget hoz létre. Még egyszer mondom, azért ezt nem az egyház csinálja. Tehát, hogy ha itt nagyon-nagyon akartok valakit érte felelőssé tenni, vagy utálni, akkor nem ide kell lőni, mert hogy nem mit csináljuk. Viszont az igaz, hogy mondjuk ilyenkor az egyházi szervezetekben lehetett volna annyi, és akkor ezzel kezdtem az elején, ha még valaki emlékszik, ez az immunitás volt, vagy hogyha valami igazságtalanság van, akkor lehessen ezt visszatolni, de nem tudtuk. Tehát, és a magyar állam az ledarált nem tudom, az egyetemi oktatási autonómiát, vissza tudta nyomni az alapítványi fenntartást, mondjuk a Corvinus? Nem tudta. Szóval, hogy amikor az állam így fog téged, és így nagyon megöleget, és ad neked dupla pénzt, és nem rohadt nehéz visszatolni, és mondjuk van az Erdő Pétert szólt, ha emlékeztek az elején, amikor az oktatási rendszer egy jó részét egyházi fenntartásba adta a magyar állam, akkor az Erdő Péter mondta, hogy bocsika, de hogy így egyrészt nem bírjuk ilyen tempóban, másrészt pedig ő, mint jogász, mondta azt, hogy a szekuláris oktatásra igénytartó családoknak nem jut elég iskola, mert az nem jó, hogyha csak katolikus iskolákat érsz el a lakóhelyed 50 kilométeres körzetében. És vannak ilyen helyek Magyarországon. Tehát, hogy a bíboros érsek mondta, hogy ez nem oké. És le lett keverve a hangja. Tehát, hogy így nehéz azt mondani, hogy a magyar állam túlhatalmával szemben bármely intézmény azt tudta volna mondani, hogy hello, ne csinálj, ne szeressetek ennyire, bocs. És nem tudta ezt megtenni az egyetemi rendszer, vagy akár piaci, gazdasági szereplők, hanem ez az ilyen nagy ölelés, ilyen polip van. Igen, ez különösen érdekes, hogy mondjuk helyi szintről hogyan lehetne az állampolgári tudatosság felől ennek egy nagyobb legitimációt adni, hogy gyerekek végül rajtunk csapódik, szolgáltatásokon, a hatékonyságon, stb. Jó, tényleg szabad ne feled, én két dolgot szeretnék csak még kérni, hogy légy szíves, beszélj róla egy picit. Az egyik az mindenképpen, hogy
és javíts ki, nem jól mondom, hogy te a szexuális kisebbségek jogaiért is eléggé kiálltál, legalábbis én ezt olvastam ki a cikkekből és a munkádból, és ha jól emlékszem, akkor kizártak az ökumenikus imahétből erre föl. Tehát, mint hogyha a saját közösséged sem feltétlenül nyúlna így alád, és emelne fel ezekkel a szándékoddal, ezzel a sok társadalmi javító szándékoddal. Egyházak az nem az én közösségem, mert ez olyan, mint hadzsákból hat, tehát hogy így szana széjjel van, tehát hogy nem, nincs olyan, hogy az én közösségem, azért az nem úgy megy. Ez egy rettentes ocsmány, csúnya húzás volt, és nem politikai indítatású, ha már valaki politizál. Szóval ami itt történt, az az, hogy volt egy ilyen nagyon ocsmány, tehát hogy egy ilyen gyűlöletkampány a szexuális kisebbségek ellen. Magyarországon több körben, mikor melyik kisebbség van ott a radaron, de hogy nem tudom, pedofiliával összemosni, jogok csorbítása, nem tudom, állami, magyar állami szín, örökbefogadás ellehetetlenítése, és ezzel ugye már ott vagyunk a Mandákházban, mert ugye ott van az alapítvány, az örökbefogadó és nevelőszülőkér, és nehogy azt ígyétek, hogy itt ez csak a meleg pároknak nagyon rossz, hanem az egyedülálló szülők örökbefogadása is ellehetetlenült, és a legrosszabb azoknak a gyerekeknek, akik így indokolatlanul hosszú ideig maradnak a rendszerben, mert nem tudják őket örökbefogadni. Tehát, hogy ez, tehát már ott vagyunk a Mandákház szolgáltatási palettájánál, hogy ott a házban van 90 nevelőszülő, akiket mentorálnak szakmailag, tehát hogy ez Meg a mi gyülekezetünknek az egyik tagja is ezért iszonyatosan sokáig várt örökbefogadó jelentkező szülőként, ő egyedülállóként akart nőként örökbefogadni, és sosem ajánlottak ki neki gyereket. A házasság kötése után közvetlenül a Mandákházban volt az esküvője, ajánlom, mint esküvői helyszín. Az esküvője után azonnal folyamatosan ajánlották ki nekik a gyerekeket. Tehát, hogy ez ilyen dolog, tehát, hogy minden-mindennel összefügg, de hogy tehát a szexuális kisebbségek esélyegyenlősége, meg hát egyrészt a valláson belüli, nem tudom, méltóságuknak a támogatása, az egy nagyon fontos dolog számomra, meg hát a másik dolog a jogrend, és a harmadik dolog az ilyen senki ellen, vagy semmilyen csoport ellen nem indítunk gyűlölet kampányokat. Tehát, hogy ez meg a másik, szóval ez összetett kérdés, de hogy az, hogy biztonságos terekben tudjanak például a meleg keresztények imádkozni, azt én például támogatom. Támogatom azt, hogy senki ellen ne folyjon gyűlöletkampány, és mindenki legyen, nem tudom, boldog, akivel szeretne boldog lenni. Így. De hogy ezért volt egy olyan eset, hogy hát ezt nem tudom, hogy lehet gyorsan elmondani, de röviden megpróbálom, hogy az egyházaknak ez így fontos lett, hogy kinyilvánítsák, hogy apa, férfi, anya, nő, és hogy valahogy a házasság az ilyen fontos dolog. És egyszer karácsonykor a Fidesz által belenyúlva, de az összes egyház aláírt valami iszonyú buta nyilatkozatot, ami teológiailag buta, tehát ez az én szakmám, a teológia, mert valami olyan rettenet szöveg van benne, hogy valahogy az emberi méltóság alapja a férfi és a nő házassága, vagy valamilyen szöveg, és azt így aláírtak karácsonykor. És így miért, aki nem házas, annak nincs méltósága, vagy aki egyedülálló, vagy aki nem tudom, elvált, vagy esetleg nem. Tehát ez egy olyan szöveg, aminek a lojalitási deklaráción kívül semmilyen értelme nem volt, még esetleg az, hogy belerúgtak a szexuális kisebbségekbe, de nagyjából így, ennyi. És akkor ezzel egy időben indítottak egy ilyen petíciót, valami novemberi nyilatkozat címen, amiben azt írják, hogy a melegeket nem szeretjük, vagy nem tudták eldönteni igazából, de hogy a lényeg az volt, hogy így nagyon szeretjük őket, csak ne csinálják. Nagyjából ez, de hogy elég sokan aláírták. És akkor ugye a helyi gyülekezet vezetők közül egy azt mondta nekem, hogy akkor
szeretne velem az ökumenikus ima héten együtt imádkozni, ha én azt aláírom. Na mondom, hát biztos nem fogom én azt aláírni. Meg miért kéne aláírnom bármit, meg az ökumenikus ima hét, ez nem arról szól, hogy így mindenről egyformát gondolunk, megérted, akkor én is aláíratnék már itt pár dolgot, ha már ilyen aláíratos, de hogy, hát, hogy senki nem kér ilyenkor a többiektől, hogy így értsen vele egyet. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy azonos, ez a megbékélt különbözőség ünnepe, nem arról szól, hogy innentől aláírjuk egymás dolgait. És akkor még az első évben, amikor ez a követelmény volt velem szemben, akkor még így megmaradt az ökumenikus imahét, és a második évben így megszervezték magukat, és összehívta az egyik atyánk fia a kerületi papokat, és ilyen jól szerveződnek, amúgy másra nem, de ebben nagyon hatékonyak voltak, és ez vicces is, mert én félkézzel szervezek Pride-ot, csak hogy tőlük tudjátok meg, én se tudtam, de ők tudják, hogy én szervezem a Budapest Pride-ot. Tehát, hogy, és ezért nem vettek részt az ökumenikus ima héten. Szóval köszönöm. Szóval félkézzel, és úgy gondolták, hogy hát aki a Pride-ot szervezi, azzal csak nem lehet együtt imádkozni, úgyhogy akkor inkább kizárnak. Márta a Kétfarkú Kutyapárt zuglói bázisába bármikor jöhetsz imádkozni, jó? Köszönjük szépen! Tényleg, én csak ilyen utolsó, kicsit összefoglaló kérdésként azt szeretném kérdezni, hogy érzed, tényleg kik a szövetségeseid? Értem, hogy nem a, tehát az egyház nem a te közösséged, hogy ez ilyen nagyon leegyszerűsített dolog. De hogy akkor segíts megfogalmazni ezt jobban, hogy kik tudnak a szövetségeseid lenni ebben a fajta esélyegyenlőség, szeretet alapú működésben, ami elvileg te is mindig a Bibliára hivatkozol például, de én szerintem már nagyon sok szerencsére, majdnem azt mondtam, hogy hála Istennek, ilyen jogi jellegű szövegekben is már ugye le van fektetve, meg egymás között is érezzük, látjuk, hogy milyen az, amikor embertisztelettel viseltetünk egymást, és mégis be tud ivódni ez a kirekesztés, és úgy látszik, hogy egy csomó egyház szervezet nem találja meg ezt az alapvető, küzdelmesebb, egymás megismerésére irányuló viselkedést. Kik a szövetségeseid egyben, és miért gondolod azt, hogy még mindig egy egyház közösséghez, felekezethez érdemes tartoznod ezzel a munkával? Hogy te így látod, ők meg nagyon sokszor hát nem egészen így látják. Hát egyrészt szerintem így, ha ők is nem tudom, sokat olvassák Jézusnak a történeteit, akkor ebben megerősödhetnek, hogy van itt szó befogadásról, meg asztalközösségről, meg ilyesmiről, szóval, hogy én meghívnék mindenkit, aki ezt így nem tartja annyira fontosnak, hogy az alapszövegeit így még egyszer fussa át. Szerintem, hogy fontos időről időre értő olvasása, és hogy abból mi következik. Szerintem ez nagyon inspiráló, tényleg. Tehát, hogy aki egy kicsit így fellapozza ezeket, akkor az szóval ezek szép dolgok, és hogy Jézus ezt tényleg így is gondolta. Tehát, hogy tényleg, amiket így mondott, csinált, az így működik, és szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy jó is, tehát, hogy nem egy olyan szenvedés, hogy amilyen nagyon nagy áldozatvállalás, hogyha ezekkel a bizonyos másokkal mi együtt csinálunk bármit, hogy az egy ilyen áldozat, vagy ez egy ilyen rossz. Hanem, hogy az egy közjó, de a közjóban az is benne van, hogy amúgy tényleg jó érzés benne lenni. És ez egy kedves dolog szerintem, hogy a embertársainkkal, szomszédainkkal nem biztos, hogy csak így fasírba lehet lenni, hanem lehet, hogy esetleg az együttműködés lehet gyakorolni. Ez szerintem egy nagyon, nagyon kedves dolog lenne. És hát kik a szövetségesek? Nyilván gyülekezetek között is van ám egy csomó olyan gyülekezet, akik inspirálódnak ebből. Vannak nemzetközi közösségek is, például a Lutheráns Világszövetségnek az alapdokumentumai nagyon harmonizálnak azokra az értékekre, amit mi megélünk ebben a közösségben. Akkor például van egy ilyen, a Dévai utca 11-ben bérelünk egy ingatlant a 13. kerületi önkormányzattól, és
És ott 4000 menekültnek segítünk, tehát a gyülekezet fenntartásában van ez az új intézmény, és akkor kik a szövetségesek, akik abba például pénzt tettek, a Budapest főváros tett bele jó sok pénzt, az Ökumenikus Segélyszervezet is, aztán az Amerikai Evangélikus Egyház, meg az ENSZ menekültügyi főbiztossága, és még egy csomó cég, magánszemély, és vagy 40 gyülekezet. Tehát, hogy itt van, meg a szerzetes közösségeknek a magyarországi főnöksége szervezte az összes ilyen traumaprevenciós pénzt oda, amiből mi tudtunk dolgozni. És azok a magyarországi katolikus szerzetes közösségek, akik pénzt nyomtak ebbe. Tehát, hogy ez konkrétan a forint, akik támogatták ezt, és rengeteg... Hát figyelj, volt olyan, hogy a Budapest Pride föl volt partnerszervezetként tüntetve az intézményi partnereink között, és akkor így fölhívott az egyik egyházvezető, hogy akkor ezt már szedjem le, legyek olyan kedves. Mondtam, hogy hát így nem szedem le, mert hogy a háborús menekült nőket megerőszakolják, és a nemi beteg szűrésüket a Pride-osok csinálják, szóval ők szakmai partnereink, és most a táskámban van egész véletlenül az Asszony a fronton című könyv, és aki tisztában van a háborús nemi erőszakkal, az tudja, hogy a nemi beteg szűrések mennyire fontosak, és akkor nem fogom levenni a szűréseket végző szervezetet a partner szervezeteink közé. Hát akkor, hogy nem, sajnos akkor nem tud eljönni a megemlékezésre, és akkor mondtam neki, hogy hát akkor sajnos nem tudsz eljönni. Tehát, de azért mégis eljött, és eljött. És egy Debrecenből eljött egy református lelkipásztor, csak arra az estére oda és visszament Debrecenből ingezni, pedig az egy ilyen kiállás, hogy együtt imádkozzon velünk. Tehát, hogy amikor van egy ilyen kirekesztés, vagy elhatárolódás, akkor a másik oldalon meg némely emberek, meg közösségek meg megmutatják azt, hogy szolidárisak. Meg akkor a mozai közösség, a melegkeresztények közössége, az gyűjtött a tagságuk között egy csomó pénzt, és a gyülekezetünket, ami egyébként egy kicsike evangélikus gyülekezet, megtolt a pénzzel. Mert hogy valahogy ki akarják fejezni a szolidaritásukat. És egy csomó olyan civil szervezet van, amelyek szakfeladatokat látnak el, és fontos nekik az a kiállás, amit mondjuk az én hangom így társadalmilag nem olyan nagyon erős, tehát hogy az általános közvéleményt nem tudja befolyásolni mondjuk, de fontos ezeknek a szervezeteknek, hogy keresztény oldalról is legyen egy ilyen kiállás, egy nagy igenmondás minden ember emberi méltóságára, az emberi jogokra. És szerintem az ilyen egymás tisztelő állampolgárok, azok lehetnek mind szövetségesek, és muszáj, hogy együtt aktívan, alulról szerveződően és kreatívan tudjunk egy közösséget felépíteni. Nem a mikrofonban mondtam, úgyhogy azért ismétlem el, hogy az volt a közbevetett kérdésem, hogy és akkor ezek olyan szövetségesek, akik mind együtt imádkoznának veletek, hogy te a romák esélyegyenlősége, a szexuális kisebbségek méltósága, az emberi méltóság, és mondjuk a bevándorlókért is ugyanúgy teszel és kiállsz. Úgy látszik, hogy akkor azért ebben is még van egy kis küzdés, de mondjuk ilyen sikert is elérsz, hogy te ragaszkodsz hozzá, hogy igen, a Budapest Pride-dal együtt, jöttök, nem jöttök, és végül eljönnek, azért ez is egy szép dolog, így kis sikereken keresztül. Kérlek titeket, hogy ti is kérdezzetek. Igen, hát tulajdonképpen ugyanez a témához szeretnék kérdezni, hogy ugye, ha jól emlékszem, a Balogh Zoltán nevezetű egykori humán erőforrás miniszter, aki, hogyha jól tudom, akkor református püspök, na, ő biztos nem tűrné ezt el, amit te partizán akcióként migráns simogatókat üzemeltetsz. Szóval arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire tűrt, vagy tiltott, vagy támogatott ez a te egyházadon belül, ami, hogyha jól értettem, akkor az evangélikus egyház. Tehát, hogy ott mennyire, valamennyire, ugye most mondtál róla, hogy azért sikerült néhány lelkésztársadnak kizárni, vagy hát nem is, lehet, hogy rosszul értettem. Hát az én egyházamon belül a tevékenységem az egy támogatott dolog, tehát hogy nem partizán akció ez a dolog, tehát hogy én egy
ha így tetszik, akkor én egy szervezeti ember vagyok. Tehát én az egyházamnak vagyok a lelkipásztora, és 300 másik lelkész tartozik ez az egyházhoz. És nem mindenki ért velem egyet, de az egyház szervezet hivatalosan partnerségben van a mi gyülekezetünkkel, és a külföldi pénzeiket, tehát hogy ez a német pénzek, amerikai pénzeket, meg a saját egyházunknak a gyűjtését részben rajtunk keresztül juttatták el a menekülteknek, és konkrétan egyes gyülekezetek is, mondjuk amikor konyhafelszerelést, vagy ágyneműt, vagy polifómokat, vagy amikor mire volt szükség, gyűjtöttek nekünk, akkor hozzánk hozták el, és rajtunk keresztül jutották el a menekülteknek. Tehát ilyen operatív szinten az együttműködés, az folyamatos. Tehát gazdaságilag, jogilag, operatív szinten ez egy együttműködő egység. Tehát én nem vagyok egy partizán, vagy szóval értsétek, hogy van gyülekezeti autonómiánk, és saját magunkért vagyunk felelős, és egy önálló gazdálkodó szervezet a Budapest Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség, de egy nemzeti egyháznak, a Magyarországi Evangélikus Egyháznak a helyi egyházközsége, ami a Lutheráns Világszövetségnek a tagegyháza, tehát hogy ez egy globális szervezet. És ebben a helyi gyülekezet az autonóm szervezet, és az autonómia azt is jelenti, hogy értékorientált cselekvő, és a helyi közösségben aktív és szabadon cselekszik, és nekem sem mondja meg senki, hogy mit mondhatok meg, mit nem. És például van egy kollégám, nekem nem. Tehát, hogy mint teológus nem mondhatom azt egyébként, amikor én kiállok bármilyen színpadra, hogy ez a Magyarországi Evangélikus Egyház véleménye. Ez nem így van, hanem ez Bolba Mártának, evangélikus teológusnak a véleménye. Tehát, hogy itt felnőtt gondolkodó emberként, aki tanultam erről, meg vannak erről önálló gondolataim, azt szabadon állampolgárként ki tudom nyilvánítani, de ilyenkor én nem vagyok a képviselője az egyház szervezetnek. És ez egy fontos különbségtétel, hogy én nem az ő nevükben beszélek ilyenkor, arra nem vagyok jogosult. Egyébként a Balogh Zoltánnál is így meglepődnél, hogy mondjuk az ő közvetlen kollégája ugyanúgy, aki a Dani Eszter, együtt dolgoztak a Hold utcában, és a Dani Eszter meg közben ő a részvételi típusú Együtt Egymásért programnak a koordinátora a Zsinati Missziói Irodában, és annak a fő motorja, hogy a református egyház egyes gyülekezetei romákat vezető szerepbe helyezzenek, és az esélyegyenlőséget növeljék a helyi települési rendszerben. Kicsit más, de hogy az Eszter ugyanúgy a Hold utcai gyülekezeti tagokat szervezve, ahol a Balogh Zoltán szintén lelkész volt, mentek és vittek kaját a Keletibe. Tehát, hogy ez a Balogh Zoltános dolog, ez azért nagyon konfúz, mert ő egyszerre mindenért felelőssé tehető, amit az EMMI vagy ez a Humán Minisztérium csinált. Tehát, hogy egyáltalán nem akarom a felelősségét így eltagadni, csak hogy van ez az ilyen sok kalapban levés egyszerre is. És hogy nyilván, amikor ő egy gyülekezeti lelkészi, nem tudom, szerepbe van, akkor ott pedig nem kaszálta el a saját gyülekezetén belül ezt a fajta karitatív munkát. És ez egy nagyon érdekes dolog, erre majd egyszer visszatérhetnénk, hogy a Magyarországon milyen történelmi hagyományai vannak az egyház ilyen igazságosság vagy változásért folyó küzdelmeinek az elhallgattatásának. Mert amikor nyilván a feudalizmusban nem lehetett erről beszélni, a 50-es évek után nagyon sokáig nem lehetett. A karitatív dolgok, meg a nem tudom, alkoholmentés, meg egy csomó minden lehetett csinálni, meg idős gondozást, meg nem tudom. De nem lehetett társadalmi igazságosságért felszólalni. Tehát, hogy az egyháznak tevékenységi listájában tilos volt. És a rendszerváltás után még mindig itt tartunk, hogy Magyarországon az egyházak tagjai úgy veszik, minthogyha ilyen karitatív dolgokba részt vehetnének, de társadalmi igazságosságért nem harcolhatnának. Mert az már politika. Tehát az nem egyházi dolog, az egy rossz dolog.
És így a Balogh Zoltán is, amikor mondjuk, mit tudom én, kiszervezte az egyházaknak kb. A komplett szociális ellátórendszert, akkor ebbe a logikába megy, hogy ilyen normatív rendszereket az egyház már jó szívvel azt vigyen el, de kussoljon, amikor a társadalmi igazságtalanságokról, vagy ilyen újraelosztásról, vagy ilyesmiről van szó, mert az nem a dolga. És ez egy hamis gondolat, vagy ez egy szembeállítás, amiben ő felelős, hogy ezt ő hamisan tanítja. Az ördög ügyvédjének az őrangyalaként az idő kereteket próbálom így betartani. Közben körülöttünk már bontják le az új államot, tehát mi leszünk itt az utolsó mencsvár, Márta. Az örök életedet megkapod, nyugi, az már így jár. De ez tök érdekes, amire most jutottatok így a beszélgetésnél, köszönjük a kérdést, hogy a civil szervezeteknél is úgy látom, hogy ez egy ilyen nagyon erős határvonal. A művészeti, oktatási, igen, tehát hogy miért van az Magyarországon, nem itt, az új államban, hanem Magyarországon, hogy a politika és a civil érdekérvényesítés és érdekvédelem az, mint hogyha tök más bolygón lenne. Én azt gyanítom őszintén szóval, hogy ez egy hatalmi taktika, stratégia. Tehát, hogy ez is azt szolgálja, hogy közel semmiképpen nem menjünk egymáshoz, az átfedéseket, a küzdelmeink, meg a céljaink, meg az érdekeink között véletlenül se vegyük észre, mert akkor úgy fogunk táborlogika alapján hatalmat gyakorolni rajtatok, kérdezi a hatalom. Tehát én szerintem itt a hatalom értelmezést kéne átalakítani egy sokkal horizontálisabb jellegű valamivé, ahol azt vennénk észre, hogyha a hatalom nem egy hierarchikus tekintélyalapú elnyomó rendszer lenne, mint ahogyan a demokrácia nem a többségi elnyomó rendszer, hogy ha 51%-kal nyert egy társaság, akkor 49%-nak addig kus, 49%-nyi ember az rengeteg ember. Nekik vannak érzéseik, akarásaik, stb. Szerintem igen, erről érdemes lenne legközelebb is beszélni, mert ugye a civil szervezeteknél is szerintem egy kicsit erős ez a distinkció. Mi azért a Népfőiskolán is külön rovatot szentelünk a civilség és politika topikjainak. Kivéve, hogyha valakiben nagyon benne szorult még valamikor, egy kérdésre még szeretnénk időt adni, aztán tényleg lebontják körülöttünk az államot. Jó, igen, itt egy kérdés. Nem, csak erre szeretnék rácsatlakozni, amit említettél, mert pont ugyanez fogalmazódott bennem, hogy az nagyon szeretetteljesen hallgattam, amit mondtál, büszke ateistaként, és nagyon csak egyetértek, meg örülök, hogy ide sodort a szél, de hogy én pont azt látom, és hogy ezt mennyire látod, hogy a mostani kormánypárt, most függetlenül nem nagyon akartam politizálni, de hogy ez egy kifejezetten éles határt von, politikai, technikailag kiszámolta azt, hogy számára, ha felveszi ezt a keresztény köntöst, ezzel meg tud szólítani embereket, de nem engedi pont se a civileket, sem az egyházi szervezeteket, hogy beleszóljon az ő politikájába, tehát abba, hogy az a mesterterv, amit ő akar. Tehát ez nagyon végigkövethető a Fidesznek az egész, tehát a kormánypártnak az egész módján. Hogy ti ezt hogy látjátok, hogy... A kormánypárt karrierjéről. Ha jól értem, akkor ez inkább egy ilyen véleménynyilvánítás volt, mint egy kérdés, de hogyha egy picit szeretnél rá reagálni, akkor természetesen. Mert elfogyott az idő, úgyhogy csak annyit, hogy tényleg nincsen az egyháznak nagy ráhatása. Tehát a saját egyházügyi törvény, ami tényleg őt érinti, tehát ott érintett szervezetek voltak az egyházak, az utolsó módosítót éjfél előtt pár perccel adták be, és átírták az egész törvényt. Szóval ez így... Szóval, hogy úgy néz ki, mint hogy az egyházaknak ilyen nagy hatalma lenne, de hogy valójában nincsen, mert hogy nincsen igazán ráhatása. Bocsánat, ez nagyon fura zárásként így, de ezzel az egyház törvénymódosítással mennyire van, vagy nincs ráhatása. Én most pont attól szenvedek, hogy a második kerületben a pannonhalmi főapát pont, hogy benyújtotta a kérését,
pont a határidő napján, a február 28-án, hogy ő neki kell az az 1,6 milliárd forint értékű önkormányzati ingatlan, amiben egyébként ökumenikus iskolát üzemeltetnek már, azért, mert mi itt, ma is az önkormányzat, igazából a polgármester jóvoltából átadtuk ezt használatra, de kell az ingat, kell a tulajdon is. Én ezt nem értem, és nem értem azt se, hogy miért nem tudja azt mondani, hogy jaj, dehogy is, hát nem vesszük el az 1,6 milliárdnyi ingatlanatokat, és bocsánat, megint itt van a lakosság, és ott meg az önkormányzatomat vonnám felelősségre, a lakosság ezt nem érti, nem látja. Az önkormányzat, ha többet kommunikálna arról, hogy azt a legitimációt, ami az önkormányzatnak van, azt a lakosok adják, akkor már régen tüntetnének az önkormányzatokért, és régen tüntetnének azért az 1,6 milliárd forintnyi tulajdonért, nem teszik. Ebben viszont hadd dicsérjem meg a saját egyházamat. A mi egyházunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a püspöki karával és az egész egyházzal együtt. Ebben viszont mondhatom, hogy az egész egyház véleménye, mert a legitim képviselet hivatalos nyilatkozatban azt mondta, hogy egyik önkormányzatot sem engedik a helyi egyházak, hogy megkeressék, hogy adjanak át vagyont. Tehát, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház az önkormányzatok kifosztásához nem járul hozzá. Úgyhogy ez így van. Tehát, hogy mi az önkormányzati autonómiát és a közvagyont azt tiszteljük. Hát azért megtapsollak titeket képletesen és megvalóságosan. És nagyon szépen kérem, hogy lobbizzatok már értünk, könyörgöm. Tehát akkor legyen ennek valamilyen összefogás jelenetszők. Mert azt, hogy a szocializmusban elveszik, és akkor most meg más veheti el, akkor ők is úgy válaszolnak rá, hogy ők is elveszik. Ennek soha nem lesz vége. Kérlek titeket akkor, hogy nem tudom, valahogy beszéljétek meg egymás között, és hát, ha tudtok nekünk is segíteni. Igen. Meg hát ez, tanultam egy szót most nektek is, hogy búcsúzóul ez a idegen szavak szóterrel felhet lapozni. Municipalista. Van ilyen szó? Hú! Municipalista. Az azt jelenti, hogy az önkormányzatiságot fontosnak tartó, mert hogy ugye ez a szubszidiaritás elv alapján megy, hogy a lehető legközelebb a probléma keletkezéséhez mi, mint közösség oldjuk meg a közösségnek a dolgait. Úgyhogy én ilyen szempontból ezt szeretem ezt a szót. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet itt az országváltás augusztus 20-i eseményén, és menjetek békével!